Sziasztok! Ez itt a Supreme Phantoms YouTube csatornája, én Matyi vagyok. Ez egy rövid kis kiegészítő videó lesz a következőkhöz. Szóval, a továbbiakban fel fog tűnni egy-két olyan térkép, ami a rengeteg kínai írásjel miatt laikusok számára is egyértelmű, hogy bizony nem magyar terep van rajta. Ez bizony úgy került hozzám, hogy tavaly, vagy most már tavaly előtt, azaz 2019. októberében lehetőségünk volt kimenni Kínába, egy azt hiszem 10 napból álló tájfutó edzőtáborba. Ha jól emlékszem, akkor jöttek csehek, britek, svédek, norvégok, németek, meg ugye magyarok. Ide ebben az évben az országból főleg a mi klubunk ment. Idén megértelemszerűen elmaradt. Ez Nanchingban volt megrendezve, ami azt hiszem egy 8,5 millió lakossal bíró kínai város. Illetve a második felében Henyánban voltunk. Remélem, jól ejtem. Most nem szeretnék teljes körű élménybeszámolót tartani, mert nem, hanem csak a térképekre vonatkozó részét fogom mondani a dolgoknak. Szóval egyelőre ez a két térkép van beszkennelve, de lehet, hogy fel fog tűnni még néhány. Erről az egyről tudom pontosan, hogy melyik területet ábrázolja. Nevezetesen ez, mert itt van ez az épület. Most ez egy ötcsillagos szálloda, és ebben aludtunk az utolsó két nap. Ez így nézett ki élőben. Éjszaka pedig így. Illetve az egész egy darab sziget, amit keresztbe metsz egy több kilométer hosszú híd, amin egy autópálya megy. Ez pedig az őrszön elég jól kiszúrható. Ez a híd a térképen is rajta van, vagy hát a tartó pillérjei. Ez pedig ez a sok fekete téglalap. Gondolhatjátok, hogy nagyon epik lehetett alatta lenni, és amúgy tényleg az volt. Pláne, hogy egy ilyen árnyékos tavas erdős park volt alatta, ami önmagában is tök jól nézett ki, az meg, hogy az egészet leárnyékolt egy hatalmas, ilyen szabolcsi gyereknek, mint én, monumentális méretű betonépítmény, még extrán fokozta a feelinget. Sajnos erről nincsen képem, mert itt futottunk, utána meg nem volt lehetőség ide kijönni, itt csak a hotelből néztük a hidat. A másik térkép nem ilyen egyszerű, mert a kínaiak amúgy sosem mondták meg, hogy hová megyünk, és hogy a Google Maps és az összes többi itthon használt GPS nem működött Kínában, így lövésünk sem volt, hogy hová visznek minket. A Google Maps konkrétan az egész út alatt azt hitte, hogy ott felejtettem a Bécsi reptéren. Poén volt, amikor visszaértünk oda és magára talált, fel sem tűnt neki, hogy 10 napig kicsit arrébb voltunk. Szóval ezt a helyet csak nagyjából tudom, mert ami itt van falu, az fent volt egy hegyfélén, ahonnan délfelé látszott Nanchingi körvonala. Legalábbis az lehetett, de mint mondtam, semmiben nem vagyok itt biztos. Ebből gondolom, hogy ez valamire ezen a fél magyarországnyi területen lehetett valahol. Amúgy ez is elképesztően nézett ki, hogy itt van egy ilyen nagyon pici falu, tele öreg földművesekkel, velük szemben meg egy 8,5 milliós hatalmas város kontúrja látszott. Innen csak egy fényképen van, ami nem más, mint ez a fenyőfának álcázott adótorony. Ez a térképen ez a pici bogyó. Utána már nem fényképeztem, mert a pályán egy helyen, nevezetesen ezen az úton valahol itt, valami átszúrta a cipőm talpát és kiukasztotta a talpam, így fél lábbal mentem a pálya hátralevő részén, utána pont nem a fényképezéssel voltam elfoglalva. Sérülés szempontjából mázlik, hogy ez volt az utolsó nap. Na és hogy miért fogom ezeket a térképeket használni? Azért, mert rengeteg infó van rajta. Konkrétan ezen a két térképen több mutogatni való van egy kezdőnek, mint a többi hármon, amit az előző videóban használtam. Teli van vízzel, ami nálunk ugye annyira nem jellemző, illetve a növényzet is sokkal vegyesebb, mint azokon a térképeken, amik nekem be vannak szkennelve. Mielőtt felvetődne benned a kérdés, hogy oké, okay, de nem lehet, hogy ezen a térképen más jelölnek ezek a dolgok, és hogy olyanok is vannak rajta, amiket nálunk nem szokás jelölni. Nos igen, ez egy jogos kérdés. Ezen a térképen látható ez a rengeteg fekete pötty. Nos, ez nálunk pár méteres sziklánt jelölt. Gondolhatjátok, hogy egy parkban, egy sziget közepén, mi ez a sok szikla? Nos, nem is sziklák ezek. A műholdképen jól látszik, hogy ezek nem mások, mint a közvilágítás oszlopai. Ezeket nálunk nem így jelölik. Bár itt meg sziklának tűnő dolgok vannak, szóval fingom sincs, hogy mi ez a rengeteg fekete pont a térképen. Mondjuk az összes térkép, amivel futottunk, 2019. októberébe készült, és ugye ennek a hónapnak a végén voltunk ott, szóval meglehetősen frissek voltak. Az első napi térképen konkrétan hiányoztak elég fontos dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy ezt az anomáliát leszámítva semmi kérdéses elem nincs. Meg nyilván azt, hogy a kínaiak nagyon szeretik az élénk rikító színeket. Elég csak szinte az összes kínai elektromos bizbaszra gondolni, amik retek erősen villognak, többnyire ilyen szemkiverő kékkel vagy pirossal. De ez a térképen is látszik.
Na nem az, hogy villog, hanem az, hogy sokkal élénkebbek a színek, mint a legtöbb magyar térképen. Elég csak megnézni mondjuk ezt, vagy ezt, ezzel a kínaival szemben. Például a sötétzöld itt már szinte barnás ahhoz képest, mint ami nálunk sötétzöld. Az igazából szerintem oktatási célra külön jó, mert sokkal jobban elkülönülnek a színek. Na, már ennyi volt, ezt a videót azért csináltam meg, hogy legyen valami infótok róla, hogy honnan vannak ezek a Chinese térképek. A következő két videó az előbb említett ember által alkotott elemekről fog szólni, nem a domborzatról. Miért? Arra majd a következő videóban adom meg a választ. Ha nem akartok lemaradni róla, akkor iratkozzatok föl, a leírásban megtaláljátok az eddigi részeket. Illetve ha szeretitek az elektronikus vagy a rhythmic zenét, akkor is nézzetek szét a csatornán, mert Christian ennek a videónak a felvételekor már a 10. számán dolgozik. Illetve van a csatornán PUBG Mobile Gameplay, amiben Christian és én írtjuk az ellent, és előbb utóbb a Soma is csatlakozni fog. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!